Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, a mai weekendben jobbnál jobb programokat fogunk ajánlani önöknek. Megmutatjuk a nemrég átadott India házat, és azt is, hogyan zajlott a pünkösd a Sóstói Múzeumfaluban, sőt, újabb vikáros sikerekről is beszámolunk majd. Először azonban Tokajban invitáljuk önöket Fintor Gáborral. Szia Gábor, jó estét! Szervusz, jó estét kívánok! Nem jöttél üres kézzel, egy nagyon különleges bort hoztál. Június elején, ugye 4-e és 6-a között bornapok Tokajban. Ez a bor pedig azt gondolom, hogy a hagyományokhoz híven egy nagyon különleges bor, hiszen ez minden évben kifejezetten erre az alkalomra készült. Mit tudsz erről most elmondani, milyen volt az idei felhozatal, illetve hát ez a bizonyos bor, amit itt palackban is láthatunk, meg is szemlélem, hiszen ez kereskedelmi forgalomba ugye nem kapható. Ez így igaz. Egyébként a példátlan összefogásnak a jelképe is, hisz ilyenkor a bornapok idején a 27 település, tehát a hegyaljának mind a 27 polgármestere összejön, és megkapja a polgármesterek borát, amit egyébként az előző évi születi napokon adtak össze. Minden polgármester elhozta az alapanyagot hozzá, a szőlőjét, ezt összeadták, majd pedig a kereskedőház feldolgozza, és a következő évben elkészíti a polgármesterek borát, amit tehát most majd június 4 és 6-a között a Tokaji bornapokon kapnak meg a polgármesterek, ezzel együtt pedig ugye a települések. Ez úgy tudom, hogy világviszonylatban is egy páratlan összefogás és egy fantasztikus jelkép. Kereskedelmi forgalomban valóban nem forgalmazzák, úgyhogy ezért is kiemelkedő jelentőségű. Úgy gondolom, hogy ez az összefogás nem csak a bor tekintetében valósul meg, hanem Tokaj-hegy alján úgy a kulináris örömök tekintetében, mint a kulturális programok vonatkozásában is. Ebben az évben egyébként erre nagyon rátapintottál, hisz nem csak a Covid-helyzet hozta úgy, hanem valóban a megújulás és az összefogás jegyében zajlik az idei Tokaji bornapok a kulturális központ szervezésében, illetőleg összefogásában. Ugyanis a év elején a Tokaji Borászok Asztaltársasága tett egy javaslatot, miszerint az idei évtől kezdve, de legalább idén próbáljuk meg azt, hogy több kisebb helyszínen szervezzük meg a Tokaji bornapokat, ne legyen egy központi helyszín, a főtéren ne legyen úgymond kirakodóvásár, árusítás, hanem minden adott helyszínen legyen valamilyen kulturális program, illetőleg gasztronómia, lehetőleg prémium borászokkal, valamint természetesen hegyalja legfinomabb ételeivel is. Ennek mi eleget tettünk, elfogadtuk ezt a javaslatot. Úgy gondolom, hogy a Tokaji bornapoknak valóban a helyiekről kell, hogy szóljon az esemény, és a helyiek rendezvénye legyen. A Tokaj-hegyai születi napok az egy nagyobb volumenű esemény, az más, de ezáltal ez a kettő nagy fesztivál, amely Tokajt jelképezi már évek óta, itt talán jól külön választható majd. Leginkább a jazz és a blues műfajban lesznek különböző zenés estek, borkóstolók, testközelben, élőben lehet majd találkozni a borászokkal, borászatokkal ezeken a helyszíneken. Közel 20 helyszín van egyébként, ehhez természetesen mi is bekapcsolódtunk, így a Paula Éde Színház udvarán is lesznek kisebb koncertek, valamint a múzeumkertben is. Úgy gondolom, hogy a helyieknek nem is kell bemutatni, hogy hova érdemes menni, de aki mondjuk egy másik településről, mondjuk adott esetben Nyíregyházáról érkezik, annak mit javasolsz, hol érdemes leparkolni, és milyen irányba érdemes elindulni a Tokaji bornapokon? Nagyon bízunk abban, hogy valóban sokak érdeklődik, felkelti majd ez az új koncepció, ebben bízunk, ezért teszünk nagyon sok lépést. Hát most Tokajban azért jelentős felújítások vannak így a híd, illetőleg a körforgalom kapcsán, ez jelentősen befolyásolja azért egy kicsit az életünket, illetőleg az odalátogatóknak a helyzetét, türelmesnek kell lenni, de ez is mutatja Tokaj város fejlődését, illetve azt, hogy kulturális téren is próbálunk folyamatosan előrelépni, előretekinteni. Minden helyszín természetesen most nem tudok felsorolni, de azért néhány nagy nevű
helyszínt mégiscsak, hisz például a Rákóczi pince, a Hímes udvar, vagy éppen a Labor Bistró, szóval nagyon sok óvárborozó, kései pince, a szerelmi pince soron lévő pincészetek, tehát tulajdonképpen Tokaj egyik végétől a másik végéig folyamatosan lesznek programok, műsorok, lehet sétálni, bort kóstolni, kulturális eseményeken részt venni. Úgy tudom, hogy azért több zenekar is fellép, úgyhogy említsük meg őket, annál is inkább, hiszen úgy gondolom, hogy a legtöbb zenekar számára már nagyon-nagyon kiemelt esemény, hogy végre közönség elé állhatnak. Bizony, szerintem nagyon sokan lesznek, akik most fognak először nagyon hosszú idő után újra színpadra lépni, úgyhogy nagy örömmel is jönnek egyébként, de ugyanazt már említettem, ezek a szervezési munkálatok azért már jóval korábban elkezdődtek, és például a Kálai Sanders Band lesz a szombati napon június 5-én a Színház udvarban, vagy éppen lehetne sorolni azokat az előadókat, akik színesítik a programot. Tényleg nagyon hosszú a kínálat. Én azt javaslom, hogy a tokaj.hu-n ezeket részletesen végig lehet tekinteni, úgyhogy itt lehet szemezgetni. Igen, itt látom, hogy azért lesznek nyíregyháziak, a Safety Pro, Csernák Tibi is fellép többek között, úgyhogy kicsit most hazabeszélünk. És hát azért te a Tokaji Fesztivál Katlan ügyvezetőjeként vagy itt, úgyhogy még ezt a hátralevő pár percet szeretném megragadni, hogy egy picit beszéljünk arról, hogy mi minden vár a látogatókra a Fesztivál Katlanban ezen a nyáron. Nagyon sokszínű, sikerprodukciók, színházi előadások és fantasztikus koncertek, illetőleg olyan kísérő programok, amelyek színesítik a Fesztivál Katlan repertoárját, ahol a minőség, a kultúra és a gasztronómia találkozik már több mint 6 éve, és tulajdonképpen szerintem szerepel majd az ország legjobb férfi és legjobb női énekese is, méghozzá Rózsa Magdi és Ákos személyében. Rózsa Magdi augusztus 7-én, Ákos pedig augusztus 28-án lép majd fel, de többek között itt lesz majd a Jazz meg az is, a Tokaji Aszú névadó városában, Tokajban. Csak két helyszínen koncerteznek nyáron, Veszprémben, illetőleg Tokajban. Emellett pedig olyan színházi előadások, mint például a Tesla Musical, a Menopauza előadás, vagy éppen ezen kívül lesz operett is, a Lili Bárónő operettet lehet majd megtekinteni, és kisebb előadások is lesznek, ide sorolható például humorestek, vagy Szabó Péter motivációs előadása, illetve a kísérő programok tekintetében pedig természetesen a szlogennek megfelelve a gasztronómia is helyet kap, így fesztiválkatlan vacsorahajó, valamint sétáló borkóstoló is lesz, ez pedig azt jelenti, hogy 8 borász, 16 prémium borát lehet majd megkóstolni a nagy események előtt, szintén a Tokaji Borászok Asztaltársaságának a jóvoltából, úgyhogy itt is megtalálhatóak majd. Úgyhogy ebben az összefüggésben tehát azt gondolom, hogy nagyon színes a paletta, és hát nyugodtan elmondhatjuk, hogy majd itt a Kölcsei Televízióban is lehet jegyeket nyerni ezekre az eseményekre, úgyhogy szeretettel várjuk a kedves nézőket, itt pedig a fesztiválkatlan.hu oldal az, amelyen megtalálható minden információ. Ugye ezek szabadtéri rendezvények, nem tudom, hogy a Paulai Ede Színháznak a programját szintén megtaláljuk a honlapon? Így van, a szabadtérre vonatkozó fontos előírásokat, szabályokat természetesen betartjuk, csak úgy, mint a zárt térre vonatkozóakat. Ennek megfelelően a Paula Jegye Színház is szerepet kap, vagy a színház udvar tekintetében, vagy pedig a belső színházteremnek a tekintetében. Köszönjük szépen! Köszönöm! Kedves nézők, a rengeteg tokai program után visszatérünk Nyíregyházára. Az állatparkban elkészült és átadták az India házat, ez következik most.
elkészült a Zöld Piramis kistestvéreként emlegetett 1000 négyzetméteres épület, az India Ház. Nagy érdeme van az állatpark menedzsmentjének, dolgozóinak, akik Gajdos László igazgató vezetésével nem csak álmodtak nagyot, hanem hozzá is láttak megvalósítani, és a fejlesztések szakmai előkészítését is olyan színvonalasan végezték, mint amilyen színvonalasan működtetik ezt az állatkertet, amely az elmúlt években kétszer nyerte a saját kategóriájában Európa legjobb állatparkja címet. Az India Házban közel 30 állatfajt mutatnak be, köztük például indiai orrszarvú tenyészpárt, az almát és különféle zöldségeket falatozó indiai csillagteknősöket, de van itt papagáj, kockás és tigrispiton, és fekete úszójú szirti cápa is. Az indiai hangulatról élő növényes dekoráció, műsziklák és terráriumok is gondoskodnak. A teljes élmény érdekében pedig az Indiára jellemző vallási kultúra is megjelenik. Az India Házról tényleg csak annyit, hogy a Nyíregyházi Állatparknak nagyon fontos és nagyon talán küldetésszerű dolga is, hogy ne csak szórakoztasson, ne csak az embereknek nyújtson örömet, ami ez nagyon lényeges, de szakmailag is alkosson maradandót, és az az igazság, hogy a világ minden tájával kapcsolatunk van, és minden táján jegyeznek minket szakmai körökben. Ez a ház ezt a kettőséget szolgálja. Fogunk, ahogy bemegyünk a látogatótérben, megpróbálunk egy picit feleleveníteni valamit az indiai hangulatból, állatokkal, és például az indiai óceán partmenti tájain bemutatjuk, hogy cápák úszkálnak a sekély vízben. De amit nem lát a nagy érdemű, az is nagyon fontos, ebben a házban van most Európa legkorszerűbb indiai rinocéros tartóhelye, ami azért is fontos, mert ebből az állatból alig 2000 él már a világon, ebből 3 itt van Nyíregyházán, és hát a kipusztulás szélén van, tegyem hozzá, kevesebb van belőle, mint az oly nagyon ismert óriás pandából. Tehát ez egy nagyon ritka és kurens állat, és egy nagyon jó helyet kellett neki létrehozni, és már a héten elzarándokolt hozzánk két állatkertigazgató kollégám, és hát mondjuk így leesett az álluk, le voltak nyűgözve, úgyhogy mi már örülünk annak, hogy ez szakmailag is nagy siker, és ezt ugye nem fogjuk most látni, csak szeretném, ha tudnák, hogy ez nagyon fontos, mert a ritka faj tenyésztésében is szeretnénk érdemeket elérni. Hát egy kis rinocérosz ugyan még nem ebbe a házba született már, a miniszterelnök úr örökbe is fogadta, a Csülök névre keresztelte, ő már nincs itt, mert kinőtt a családból, de reméljük, hogy lesznek még ilyen rinocéroszok. Hiszen a beruházással nem csak az a célja a Nyíregyházi Állatparknak, hogy szórakoztasson, hanem fontos az is, hogy szakmailag ismertek és elismertek legyenek. Ezért az elmúlt években egy komplex beruházási csomagot indítottak. Ilyen nagy volumenű fejlesztés vidéki állatkertekben még soha nem volt az országban. Ez azonban nem csak az önkormányzatnak és az állam anyagi segítségének köszönhető. Most értem el oda, hogy megköszönjem a tervezőnek, a kivitelezőnek, a műszaki ellenőrnek, mindazoknak, akik dolgoztak ezeken a projekteken, és dolgoznak majd a következőkön is, hiszen nem állunk le. Most is vannak kormány előtt olyan további fejlesztési programjaink, folyik egy feltételes közbeszerzés, ami biztosítja ezt a folyamatosságot. A Nyíregyházi Állatpark következő nagyszabású beruházása a jégkorszak kifutó, amelynek építése már elkezdődött. Amíg ez elkészül, addig az újonnan átadott India Házban gyönyörködhetünk.
állatparki fejlesztés után zenei sikerekkel folytatjuk a víkendet. A Vikár Sándor Zeneiskola növendékei a digitális formában megrendezett országos és nemzetközi versenyeken szerepeltek kiemelkedő eredménnyel, és ide is eljöttek hozzánk a víkendbe. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm Tamás Attilát, aki a Vikár Sándor Zeneiskola igazgatója, Simon Jankát, aki ötödikes diák, a Szent Imre általános iskola és gimnázium tanulója, és Kertész Barnabás, aki pedig a Kodály Zoltán általános iskola negyedikese, és mindketten pedig országos versenydíjazottjai. Mielőtt megkérdeznénk Jankát és Barnabást ezekről a versenyekről, előtte Attilát kérdezem, hogy mennyire nehezített pálya mondjuk akkor, amikor ezek a versenyek online térben kerülnek megrendezésre, hogy láttad? Hát úgy gondolom, hogy a felkészülési időben azért nehezebb pálya ez mindenkinek, hiszen csak nem egy közelségben van a pedagógus kollega, hanem egy monitoron keresztül, ahol még ha meg is van a személyes kapcsolat, azért ott a hangminőség vagy a képminőség nem mindig teszi lehetővé ugyanazt, mint egy olyan oktatás során, amikor találkozni is lehet a növendékekkel, de több versenyt is szerveztek országos szinten. A zeneiskola 5 versenybe is benevezett így online módon. Elkészítettük a felvételeket, készültünk rá, és aztán hál' Istennek mind az 5 versenyen sokan szépen jó eredményekkel jöttek haza. És ilyenkor azért mennyire lehet mondjuk a technikával egy picit turbózni? Mert azért egészen más, amikor ugye élőben kell egy darabot eljátszani, és ott nincs lehetőség esetleg újra játszani. Itt viszont lehet, hogy addig lehet próbálkozni, az operatőr vagy a nem tudom, az adott személynek a türelmétől függ, hogy hányszor veszitek fel. Az online versenykiírásoknak azért van egy szabálya, hogy a felvételt úgy kell elkészíteni, hogy nem lehet vágni rajta. Vagyis az elején elindul a felvétel, és amikor a műsorszámoknak vége van, valahol több műsorszámot is kell egyszerre vinni, akkor állítjuk le a felvevő készüléket, úgyhogy gyakorlatilag teljesen más, mert nem egy közönség előtt vagyunk, és az ismétlés lehetősége egy új felvételt is jelent. Szóval semmiben nem könnyebb szerintem egy online versenyen versenyezni. A felkészülés ugyanolyan munkát igényel, és az, hogy most egy kamera néz minket, vagy pedig egy közönség, az csak a helyszínben jelent mást, azt a tudást, amit megszereztünk, vagy amit begyakoroltunk, ugyanúgy kell eljátszani mindenhol. Hát Janka a második otthoni dallamok országos furulja verseny harmadik helyezettje. Szia Janka, és szívből gratulálunk. Köszönöm szépen. Na mesélj egy picit. Egyrészt hogy emlékszel vissza, milyen volt a legelső alkalom, amikor furulyát vettél a kezedbe, és mondjuk most ezen a versenyen, amikor kihirdették, hogy te vagy a harmadik, mit éreztél? Hát nagyon furcsa volt. Az első, úgy nem éreztem még annyira a furulyát, hogy fog tetszeni, vagy hogy milyen lesz. Viszont most, hogy már ugye két nagyobb versenyen is részt vettem, már sokkal könnyebben, meg bátrabb vagyok az ilyen eseteknél. Tehát a rutinos versenyző vagy, lehet ezt mondani. És mennyit gyakorolsz? Hát igyekszem sokat. A tanulás mellett kell szakítani rá ugye időt. Hát mindent megteszek, hogyha versenyre megyek, akkor jó legyen. Ez azt jelenti, hogy a mindennapjaid része a zenélés? Tehát jössz, mész, előszed, picit játszol, leteszed, vagy kifejezetten mondjuk van egy olyan napi rendet, hogy mondjuk minden nap 4-től 5-ig, vagy akár mikor be van osztva, hogy akkor neked furuljáznod kell, ha törik, ha szakad. Hát nekem igazából próbálok, hát mindig valamikor óra előtt, az előtti nap, vagy két nappal előtte szakítani rá időt, szóval nekem inkább vannak egy ilyen kis beosztásom, hogy mondjuk egy órát legalább furuljázzak, vagy még többet. Na, visszatérünk még rád is. Barnabás, te ugye a Kodály Zoltán általános iskolába jársz, ott minden nap van énekóra, a zene a mindennapi életetek része, és gyakorlatilag szinte nincs is olyan gyerek, aki ne játszana valamilyen hangszeren. Miért éppen a hegedűre esett a választásod? Azért ez nem egy könnyű hangszer. Igazából apukámat is sokszor láttam hegedülni, meg hát már 2 évesen két fabotta is kint a kertben húztam, meg még a bén ülve is. Hát te az anyateljel szívtad magadba, lehet ezt mondani? Ja. Meg hát igen, apukámat is sokszor láttam hegedülni, és így nagyon megtetszett ez a hang, meg ez az egész.
Hát akkor gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy ez egy szerelem, a hegedülés? Hát, ja. De azért mégiscsak gyakorolni kell. Tehát lehet azt mondani, persze, hogy hú, nekem tetszik ez a hangszer, és aztán kezembe veszem, és kiderül, hogy hát azért nem is olyan könnyű megszólaltatni, nyilván ehhez fül is nagyon kell. Nagyon könnyű. Ugye nagyon nem könnyű. Tehát én tudom, hogy aki hegedűt, vagy bármilyen vonós hangszer tanul, azért az első pár év az bizony nagyon kemény. Tehát akkor inkább cincogás, nyekergés és mindenféle más, és aztán utána nagyon sokáig is kitartóan kell gyakorolni, hogy igazán szép hangok csiholódjanak ki a hegedűből. Te mennyi energiát és időt teszel bele abba, hogy hát, ilyen sikeres légy? Hát olyan nem minden nap jutok sajnos el odáig, hogy hegedüljek, de hegedű órák előtt többnyire szoktam, meg azért hát olyan heti 5-6 órát szoktam. Uh-huh. Hát ez most ugye ebben az időszakban itt nagyon meg is látszott, az első otthoni dallamok országos hegedű versenyen a második korcsoportban aranyminősítést kaptál, illetve a Nemzetközi Hegedű Fesztiválon pedig egy bronz minősítést. Melyiknek örültél jobban? Lehet ilyen butaságot kérdezni? Hát, igazából a nemzetközi is azért az nagyon jó az a bronz szerintem, meg így tanárom szerint is, mert azért az nemzetközi, abban minden nézzük is Svájcból, meg mindenhonnan is jöttek ugye versenyezés, ott azért jó a bronz, de hát természetesen egy arany minősítésnek azért jobban lehet örülni. Uh-huh. És mi a cél, Barnabás, a te életedben? Mit szeretnél, majd ha hát, nagy leszel idézőjelben? Igazából hegedűs szeretnék lenni természetesen, meg hát... hát tehát zenész leszel. Hát igen. Akkor, és mellette valami más hangszer, vagy csak a hegedű? Hát már most kezdtem zongorázni is, mert ugye negyedik éve hegedülök, de most ebben az évben kezdtem még zongorázni is mellette, és az is jól megy. Hát majd meglátjuk, aztán majd, igen, ahogy a szíved meg a szabad időd engedi. És Janka, neked a furulya mellett esetleg vannak még ilyen területek, ami felé szívesen elmennél, és kipróbálnál hát, más hangszereket? Hát igazából én is... Már nem is tudom, hány éve kezdtem el zongorázni. Uh-huh. Már hát azt is megkedveltem, de még mindig a furulya az, ami a legjobban tetszik nekem. Lehet azt mondani, hogy aki zenét tanul, annak egy kicsit azért különlegesebb az élete? Vagy van valami olyan kis, nem is tudom, mint egy szoba, ahova be lehet menni, és ott csupa csodálatos dolog veszi körbe? Lehet, igen. Én nagyon szeretem hallgatni, aki furuljázik, vagy más zenét játszik. Hát igen, jó érzés azt, jó érzés zenét tanulni. Így van, hát az a katarzis, amit ugye megél valaki, amikor hangszeren játszik, vagy akár énekel, vagy egy koncerten ül, azt, ez valami olyan csoda, amit nehéz, amiről nehéz beszélni, tehát ezt meg kell élni. Ez a zenebirodalma. Ez a zenebirodalma, amiben én úgy gondolom, hogy egy szülő, hogyha szeretné, hogy a gyereke valami pluszt kapjon ebben a nagyon furcsa világban, akkor jó, hogyha bekopog a zeneiskola ajtaján. Erre most van is, úgy tudom, lehetőség, ugye? Igen, hát itt az év vége, a tanév vége, így a régi növendékeiket busztítjuk, hogy jövőre jöjjenek vissza és tanuljanak, de hát a többségükkel, mint láthatjuk, ez nem is kérdéses. Két-három hangszert is. Igen, az új növendékeknek pedig júniusban lesz lehetőségük személyesen egy meghallgatáson részt venni 14-én és 15-én, de hogyha bárki fölmegy a vikárzeneiskola.hu címre, akkor nem csak ezekről a szép versenyeredményekről, hanem a felvételül is egy tájékoztatót tud elolvasni, és a jelentkezési lap is letölthető onnan. Janka, Barnabás, Attila, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, a honlapon pedig még lehet egy picit nézelődni, tájékozódni. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, a következő percekben néhány gyermeknapi programot ajánlunk önöknek. A megye különböző településein kezdjük a sort a megyeszékhellyel. A pünkösdi programok után május 30-án is megtelik élettel Nyíregyházán a Sóstói Múzeum falu. A Skanzen gyermeknapján koncertezik a Vidám Manók együttes, fellép Naninsky és Figaro, de lehetőség lesz a népi játékok kipróbálására, lesz termelői piac és íjász bemutató is délelőtt 10 órától este 6-ig. És minden gyermek kakasos nyalókát kap ajándékba. Tokajban a Fesztiválkartlan biztosítja a gyermeknap helyszínét. Lesz ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves foglalkozások és minden, ami kell egy igazi, önfeledett gyermeknaphoz. Frici Bohóc műsora és a helyi művészeti csoportok fellépése után pedig a belvárosi Betyára koncerteznek 17:30.
A Mária Pócsi gyermeknapon a felnőttek is találnak izgalmas programokat. A 12 hektáros területen lesz Jeruzsálema örömtánc 11 órától. 14 órától a világhírű hortobágyi csikósok bemutatóját lehet megnézni. Délután 4:30-tól pedig repülő show veszi kezdetét. Lesz sárkányrepülő, siklóernyősök és hőlégballon is. Nyírbátorban május 29-én szombaton a 2-es iskola udvara biztosítja a gyermeknap helyszínét. A nap folyamán többször is tart triál bemutatót Majoros János, de kutya szépségverseny, óriás buborékshow és a Buratino Bábszínház műsora is leköti majd a gyerkőcök figyelmét. A kísérő programok között pedig arcfestés, hajfonás és retro játékok is lesznek, miközben minyonok sétálnak majd köztünk. A Kálló-Semjéni Kálai kúria is kedveskedik a gyerekeknek. A parkban cukorágyú, népi játszótér és palacsinta parti várja a kicsiket. Emellett egy díszgalamb és baromfi kiállítást is megnézhetnek az ideérkező családok. Gyere és kezd velünk a nyarat szlogennel, Harangodra is várják a szülőket és a gyerekeket. A szervezők íjászkodással, fafaragással, kézműves foglalkozásokkal és apa-fia vagy apa-lánya zsákban futással készülnek. Az ingyenes rendezvényen mindenki vendég egy finom babgulyásra és csőrögére. Ha valamelyik programajánlóról lemaradtak, vagy nem tudtak dönteni, a kölcseitv.hu weboldalon hamarosan visszanézhetik ezt az adást is. Most viszont ne menjenek messzire, mert a Weekend második részében a Mandala Dalszínház hoz néhány információ morzsát az idei Mandala nyárról. Kedves nézőink, hamarosan szó lesz a közelgő Kantémusz Kórus Fesztiválról is. Azt is mindjárt kiderítjük, hogy idén hol rendezik meg a Mandala nyár előadás sorozatát. Először azonban lássuk, milyen volt a pünkösd a Sóstói Múzeum faluban. Juliska, én téged szeretlek, én téged feleségül elveszlek. Jirus, Juliska, én téged szeretlek, téged felületből elveszlek. Véled, megelégszem. Véled, legelészen. Juliska, szereted-e Jancsikát? Szeretem, hát. Teszel-e egy kanásót a levesébe? Teszek én még hatot is. Akkor mondd utána. Jancsika, én téged szeretlek, én hozzád feleségül megyek. Jancsika, én téged szeretlek, hozzád feleslegül megyek. Véled, megelégszem. Véled, egerészek. Esküb, esküb, eskető! Megvolt a nagy esküvő! Megesetett minket, apa! Már mi rájtunk, senki nem kap! Yeah.
szedést is láthattak. Tudják, hogy pünkös kora hajnalán a leányok kimentek harmatot szedni, abban mosakodni, mert aki szeplős volt, az csúnya volt. És ugye a szeplő ellen a harmat a legjobb gyógyír, és hogy ne is legyünk betegek, a harmatba kell megmosdani, ezt láthattuk most a koreográfiába. Szatmári verbunkot a legényektől látunk, bökönyi nyírségi táncokat is látunk, és a legvégén kiszekeresi szatmári táncokat fejezték be a fiatalok. Köszönjük nektek, hogy itt voltatok, és szeretettel invitálunk mindenkit most a falu központba, hiszen ott folytatódik a mai nap programra. Nagy csúlyogatásokkal, sok mosollyal és a májusfa kitáncolásával vette kezdetét a pünköst hétfői program a Sóstói Múzeum faluban. Bár a hosszú zárvatartás után néhány hete már újra látogatható a skanzen, igazán csak a pünkösdi hétvégén telt meg élettel. A gyerekek élvezték a napsütést és a népi játékokat, sültek a lapcsenkák, a szülők pedig válogathattak a kézműves termékek között. Pünkösd napján a Sóstói Múzeum faluban bizony a programok végre életet elvétették az intézményt, és nagyon sokan várták már azt, hogy a májusfa kitáncolása megtörténjen, és bizony ez meg is történt. Itt volt velünk a Nyírség Táncegyüttes utánpótlás csapatai közül a lókötő és topogó tánccsoportok, akik szatmári és nyírségi táncválogatással mutatták be a pünkösdi szokásokat. Volt itt harmatszedés, pünkösdi királyválasztás, pünkösdi királyné járás, azaz ma vagyonolás, és jó, gyönyörűen beöltözött viseleteket láthatunk, amire már nagyon régóta vártunk. Mosolygó arcokat láthatunk itt a múzeumfalu területén, hiszen a program után nem sokkal elkezdődött a falu központban a bábszínházi előadás, és ezt követően református istentiszteletre is sor kerül. Az istentisztelet során pünkösdi szentélek kitöltetésére emlékezünk, az egyház születése napját ünnepeljük ezen a napon. A mai napon egy kicsit a csissomjói búcsúra is gondolunk, és velünk van dr. Harangozó Imre néprajzkutató, akinek jó voltából fotókiállítás nyílik meg délután 3 órakor a múzeum faluban. Ez a tárlat augusztus végéig lesz megtekinthető, és fotókiállítás keretében szeretnénk megeleveníteni a búcsú pillanatait. Az elmúlt 30 év dokumentálásából készült ez a fotókiállítás, illetve viseletekkel szeretnénk megjeleníteni a moldvai csángóknak a jellegzetes ruhadarabjait is. Ezen kívül a pünkösd nem másról szól, mint arról, hogy mesterségeket mutatunk be itt a múzeum faluban. Megnyílt a fazekas műhely, a kádár műhely, a mézes kalácsot, lehet gyertyát mártani, csuhézni, és sok minden egyéb érdekesség is várja a vendégeket, és pünkösdi királlyá válhat mindenki, aki a pénztárunkba kapott térkép segítségével végigmegy a múzeum falun, és helyesen kitöltve egy kakaós csigának a boldog tulajdonosává válhat. A pünkösd arról is szól, hogy termelői vásárnak adunk helyet a falu központban, úgyhogy örülünk, hogy Nyíregyházának a lehetőségei igen gazdag, termelői vásár tudnak bemutatni. Pünkösdkor jósolni is lehetett a néphagyomány szerint a várható termésről és az időjárásról. A hagyományok felelevenítése mellett nagy hangsúlyt kapnak a szórakoztató programok is, például a Buratino Bábszínház műsora. No. Az asszonynak egy szava nem lehet. Jaj, de szép nagyra nőttél. Kélek, te szegény ember, eressz engem vissza a vízbe. Dehogy eresztelek vissza. Hát az asszonynak megígértem, hogy nem térek haza hal nélkül. Kélek, te jó ember, dobj engem vissza a vízbe. Jaj, nem dobhatlak vissza. Hát olyan éhes vagyok, hogy legszívesebben itt megennélek. Kélek, te szegény ember, eressz engem vissza a vízbe. Nem bánod meg. Nem bánom meg. Mégis, hogy érted, hogy nem bánom meg? Kérlek, te jó ember, dobj engem vissza a vízbe. Bármit kívánsz, teljesítem. Bármit kívánok? Bármit kívánsz. Hát, ami azt jelenti, lenne egy-két kívánságom. De tudod mit? Tegyünk egy próbát. De aztán nehogy cserben hagy, mert megnézhetjük magunkat. De még nem ismered az asszony? Na... Jövőre lesz 30 éves a Mandala Dalszínház, minden bizonnyal különleges programokkal fognak készülni, most erről még nem is beszélünk, de az idei Mandala nyárról, a Trianoni gálaműsorról és az elmúlt időszakról igen. Vendégünk Bódis Gábor, a Mandala Dalszínház ügyvezető igazgatója és színésze. Szia Gábor! Szia! Estét. Hát gyakorlatilag egy nagyon-nagyon hosszú idő után, most már végre, közönség előtt is álltatok ezen a héten.
Hogy bírtátok ki ennyi ideig közönség nélkül? Hát ez nem volt egy egyszerű történet. Hát ugye Vaján játszottunk 209 nap után először, mert hogy 2020. október 30-án volt a kényszerű visszavonulásunk napja, amikor Miskolcon a Hipolita lakát játszottuk Mikó Istvánnal, de méltóképpen vonultunk vissza, mert akkor ünnepeltük István 70. születésnapját, tehát pár nappal voltunk utána, úgyhogy a közönség előtt fel is köszöntöttük. Hát és aztán hosszú szünet, ugye most kiszámolva több mint 200 nap, hát nagyon nehéz időszak volt. Hát nem csak ez, hanem ugye ez tavaly márciusban kezdődött már, mint tudjuk, és hát a 2020-as évben is gyakorlatilag egy augusztusunk volt, ami olyan augusztus volt, mint megszokott lenni. Az utána következő szeptember és október, bár még nem volt veszélyhelyzet, de nekünk már gyakorlatilag minden harmadik, negyedik előadást sikerült megtartani, mert helyben az adott önkormányzat vagy az intézmény úgy döntött, hogy már nem meri megtartani az egyébként lekötött előadást. Arra vagyok kíváncsi, hogy egy 30 éves színház, akinek már a tagoknak a vérében van minden, nyilván nem mindenki tagja 30 éve a Mandalának, mondjuk 200 nap az jelent egy olyan érzést, amikor újra színpadra álltok, hogy egy óriási izgalom? Mint hogyha először állnátok színpadra? Vagy pedig azért a rutin az mindent visz? Hát, de fokozott volt az izgalom, tehát hogyha csak ezt a mostani visszatérésünket vesszük, a Mici Mackó kuckóját 2019-ben mutattuk be, és akkor az év végén novemberi bemutató volt, összesen 10 alkalommal játszottuk, utoljára Nagyváradon 2019. decemberében, és egészen mostanáig szünet. Tehát gyakorlatilag, azt nem mondom, hogy előről, de majdhogy nem előről kellett kezdenünk, mert hát a szövegek, a járások azok már nagyon messze jártak a szürke állományban, de szerencsére rögzítettük a bemutatót, úgyhogy mindenki nézte a felvételeket, és hát jó néhány próba előzte meg a mostani előadást, és fokozott volt az izgalom is, igen. Nos, hát ugye nagyon-nagyon széles a repertoár, nagyon sok mindent játszott a Mandala Dalszínház az elmúlt 30 esztendő alatt, és hát az a jövő év valószínűleg ennek a jubileumi évnek a szellemében mindenből ad majd egy kis ízelítőt. Nem tudom, hogy milyen tervek vannak. Hogy lehet ezt a 30 esztendőt megünnepelni? Hát érdekes a felvetés. Egyébként a 30-as kerekszám az már most 2021-be bekövetkezne, illetve be is következik, mert hogy a 30. nyarunk jön. Viszont hát ebben a járványhelyzetben úgy döntöttünk, hogy most nem ünneplünk 30. Mandala nyarat, hanem ez lesz egyébként a Mandala nyár 29 plusz. Ezt elárulhatjuk a kedves nézőknek, hogy így fogjuk hívni, mert hogy a tavalyi az nem volt teljes értékű, ez közel teljes értékű lesz, és mondjuk a két nyár, a 20-as és a 21-es kitesz majd egy egészet. Amúgy is megszoktuk, tudod, az 50 az új 40, meg ilyenek, tehát így beleférünk. Hát igen, de ez azért egy 30. évfordulójára, mondjuk a nyár tekintetében is azért hosszasabban kell előkészülni, és a megszokott nyaraknál is komolyabb programot kell összerakni. Ez a járvány miatt most nem sikerült, érthető módon, mert ugye az is kétséges volt, hogy egyáltalán azt meg tudjuk csinálni, amit ugye egyébként szoktunk tervezni a nyarakra. Az úgy tűnik, hogy sikerülni fog. Tehát ez lesz a Mandala nyár 29 plusz, és valóban 2022-ben töltjük be a 30. évünket, és így aztán összevonjuk majd a Mandala nyár ünneplését és a Mandala Színház társulatának ünneplését 2022-ben ezek a tervek. Hát amit talán biztosra mondhatok, hogy szeretnénk egy kiállítást, egy fényképkiállítást az elmúlt 30 évből megnyitni majd a születésnapunkon, tehát 2022. február 22-én a Művelődési Kulturális Központban, itt Nyíregyházán, és azon a hétvégén, az azt hiszem 26-át mi már le is foglaltuk, február 26-át pedig egy nagy gálaműsorra szeretnénk megemlékezni az elmúlt 30 évről. Tehát ennyit talán már elárulhatok. Hogy a József és a bűvös kabát volt az első előadás, igen. És ahogy így beszéltél, nekem be is villant a kép, ahogy ott a hangszekció mögött egy sorral ültem a Művházba, és végignéztem az első előadást. Hát igazándiból úgy gondolom, hogy akik ott voltak, azok ugyanebben az érzésben fürdőznek, és utána minden előadás valami különlegesség volt, még emlékszem, amikor a rózsakertet birtokba vette a színház, és ott ugye gőzerővel társadalmi munkába gyomlálás, és mindenféle volt, szóval ez tényleg egy olyan sóderhordás, pakolás, ott folytak a próbák, tehát valami olyan különleges
kulturális, nem is tudom, forradalmat írt annak idején a színház, hogy messze túlmegy azon, hogy csak előadásokat mutatott be különböző stílusban, hanem az tényleg egy életérzés volt, azt gondolom. Én is azt hiszem ezt. Mandalásnak lenni és mandalás előadásokra járni. Nagyon hát, pontosan fogalmazta, hogy nem is tudok mit hozzátenni. Hát ez csak így azért, van. Mert ugye én is benne így voltam ebben. Tehát de... én abban bízom, hogy azért ez a 29 plusz és majd a 30, ez ebből az életérzésből valamit átad azoknak, akik még nem voltak benne, meg azoknak is, akik ennek részesei voltak. Így legyen. Most viszont június 5-én egy trianonig állami sorra vártok mindenkit. Ez hol lesz? Illetve úgy látom, hogy Varga Miklós is itt lesz, tehát mindenképpen egy nagyszerű előadásra készültök. Igen, hát először is június 4-én, azaz pénteken, vagyis hát most következő pénteken, ugye egy szoboravatásra kerül sor a Hősök terén, egy trianoni életfát avatott fel a Nyíregyháza megyei jogúváros és a Szabolcs-Szatmár-Berjeg megyei önkormányzat és a kormányhivatal, ha jól tudom, egy hármas összefogásban, és ezen a szoboravatáson is már a Mandala dalszínház tagjai is fognak énekelni, illetve Varga Miklós is, akinek megjelent egy trianon témájú lemeze egyébként 2020-ban, Ébredés címmel. Erről a lemezről is hangzanak majd ott a szoboravatásnál is eldalok. A június 5-i gála műsor, meg tulajdonképpen ennek a szoboravatási eseménynek, ünnepségnek a kísérő rendezvénye, amely egy ingyenes rendezvény, a Nyíregyházi Kulturális Központba kerül megrendezés, a június 5-én szombaton 16 órától. Tehát látogatni ingyenesen lehet a rendezvényt, és viszont arra kérnek mindenkit a szervezők, így mi is, hogy regisztráljanak azok, akik érdeklődnek, fel kell hívni a Művelődési Központ, a Kulturális Központ telefonszámát, és ott gyakorlatilag jegyet kell foglalni. Nagyon fogy az időn, Gábor, azért egy picit a nyár vonatkozásában is beszéljünk. Megszoktuk, hogy itt a Görögkatolikus Általános Iskola udvarán rendeztétek meg az előadásotokat, korábban pedig a Sóstói Múzeum falu árnyas fái alatt láthattuk az előadásokat, az is nagyon hangulatos volt, ha jól tudom, költözik vissza a Mandala. Így van, ugye 2018-ban kényszerűen jöttünk el a falu múzeumból, ennek egyszerű oka volt, felújítási munkák kezdődtek, amik majd másfél-két éven át tartottak, így kényszerűen el kellett hagynunk a falu múzeumot. Akkor mi kerestünk egy új helyszínt, és egy nagyon szerencsés egymásra találás volt a Görögkatolikus Egyházzal és annak egyik iskolájával, ami ugye a színház melletti épületet jelentette. Igazából ez egy egyéves kiköltözésnek szántuk, de a belvárosi helyszín, illetve maga az iskola udvarának az a hangulata, ahogy ott felépítettük a lelátónkat, a színpadot, ez megtetszett mind a művészeknek, mind a nézőknek, és hát akkor gyakorlatilag megszavazták, hogy maradjunk ott. Így maradtunk még plusz 2 évre ott. Most fordult a kocka, most az iskolát újítják fel, és ráadásul pont azt a területet, az udvart, ahol gyakorlatilag a mi lelátónk és a színpadunk állt, és ott új rekordtán borítást kap az a betonpálya, ahol fel voltak építve az eszközeink. Úgyhogy most ki kell költöznünk, és ez valószínűleg végleges, mert hogy a rekordtán pályára pedig már nem érthető okokból nem tudunk visszamenni, mert a lelátó súlya, a színpad súlya, tehát nem lehet terhelni. Gondolkoztunk még belvárosi helyszínben, én megkerestem a református egyházat is, Esperes urat, de sajnos ott az szintén építkezés zajlik, bár nyitottak voltak és fogadókészek, de az építkezés miatt oda sem mehettünk, és azon elgondolkozva, hogy belvárosban nem nagyon találunk ennyire jó helyszínt, mint amilyen teli találat volt a Görögkatolikus Iskola udvara, ezért olyan döntés született, hogy visszamegyünk a múzeumfaluban, és hát ott alakítunk ki egyébként szintén színpadot és lelátót. Hát ebben a részleteiből most nem tudok belemenni, de nem a falu központban leszünk, hanem a felújított művelődés vagy múzeum faluban épült egy lelátó, és gyakorlatilag ezt a lelátót fogjuk mi mobil elemekkel kiegészíteni, és végig rögzített székek lesznek. Tehát itt is egy lelátó, rögzített székes lelátó fogadja majd a nézőket is előtte a színpad. Hát Gábor, köszönjük szépen a részletekről, meg majd az előadásokról, illetve a kínálatról, meg majd visszahívunk titeket, és akkor várunk szeretettel ide a weekendbe. Hát hamarosan állunk rendelkezésre. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Kedves nézők, ha már belekezdtünk a júniusi programkavalkádba, következzen még egy, 20-án kezdődik a 13. Cantimus Fesztivál.
Megújulva, régi hittel, ezzel a mondattal kezdte sajtótájékoztatóját a kórus karmestere Szabó Dénes. Az elmúlt időszak megviselte az együttest, hiszen voltak, akik átestek a víruson, de a próbák, fellépések is elmaradtak. Újult erővel fogtak hát a részben online, részben élő fesztivál és mesterkurzus szervezésébe, aminek bevételét a megyei kórház javára ajánlják fel. Ezúttal egy online fesztivált hirdettünk meg. Ugye a Covid elsodorta a tavalyi Kántémusz fesztiválunkat. A világ nem tudott Nyíregyházára jönni, ezért most úgy döntöttünk, hogy akkor mi visszük a világot. Egyrészt a nyíregyháziak, másrészt a világ elé. Június 20-án egy online koncerttel kezdődik az a rendezvény sorozatunk, amely július 10-éig lesz elérhető a kantemusfesztivál.org.hu honlapon keresztül. Ez a bizonyos nyitó koncert nemzetközi összefogással a világ különböző tájairól érkező kórusoknak a videó felvételeiből összeállított hangverseny lesz, és ezzel veszi kezdetét ugye ez az online fesztivál, amelynek a bevételét teljes egészében a József András Kórház megsegítésére fogunk fordítani. Mi magunk is átestünk sokan a Covid betegségen. Édesapám Szabó Dénes karnagy úr a kórházi ápolást is kipróbálhatta a járvány során, és hát akkor fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy szóval az a hihetetlen kitartás és helytállás, amit az utóbbi időszakban a kórházak műveltek, szóval ez mindenképpen jutalomra méltó, és mi a magunk szerény eszközeivel próbálnánk meg hozzájárulni ahhoz, hogy egyrészt figyelmet kapjanak, másrészt, hogy ennek valamiféle anyagi segítsége is legyen. Úgyhogy az egész fesztivál június 20-a és július 10-e között a Kántémusz oldalán keresztül látogatható, és támogatói jegyek vásárolhatók ezeknek a programoknak a megtekintésére. Ugye az egyik ilyen program ez az online koncert, amivel indítjuk az egész eseménysorozatot. A másik lehetőség az pedig egy élő hangverseny itt a Kodály teremben június 28-án, amelyet Adorján Gusztáv emlékének szentelünk. Ugye ő kórházigazgatóként lett a Covid áldozata, és ez mint egy felkiáltó jel, talán még hangsúlyosabbá teszi ennek az egész rendezvénynek az apropóját. Mi nekünk pedig egy nagy kihívás, hogy összeszedjük magunkat a Covid romjaiból, és újra színpadra léphessünk, úgyhogy ez lesz most az első igazi, élő megmérettetése a Kántémusz kórusainak június 28-án. A további online eseményekről majd tájékozódhatnak a Kántémusz Fesztivál internetes felületén, de mesterkurzust is hirdetünk, amelynek nagyon érdekes, még akár a laikusok számára is nagyon érdekes filmjei, vagy ilyen dokumentumfilmjei lesznek. Általános iskolai énektanítástól kezdve a kórus próbákon, műelemzéseken keresztül nagyon sok mindennel találkozhat a közönség és a zene iránt érdeklődők. Az online koncert zenei programja nagyon színesnek ígérkezik. Tájvánról, Japánból, a Fülöp-szigetekről, Svédországból, Spanyolországból és még egyéb európai országokból érkeznek hozzánk videófelvételek, amelyeket egy sorba rendezünk, és hát tulajdonképpen egyfajta koncepció szerint egy ívet rajzolunk ezekből a műsorszámokból, és ebből áll össze majd az online koncertnek a programja. Természetesen a Kántémusz kórusai is meg fognak jelenni ebben a műsorban, de ezek mind már elkészített felvételek, tehát ez nem egy élő koncert közvetítés lesz, hanem egy jól megkomponált, szép ívű válogatás. Említették már a sajtótájékoztató elején is, hogy nagyon nehéz volt
egyben tartani a kórusokat, illetve egyáltalán nyilván nem voltak események, ahol fel tudtak volna lépni, nem, egy kicsit kérdéses volt a miért és hogyan. Hogyan tudták ezt az elmúlt időszakot átvészelni? Igen, ezt két részre kell bontanom, mert alapvetően nem csak rendezvények nem voltak, hanem sajnos a gyerekekkel próbálni sem lehetett. Úgyhogy a gyerekek életéből most másfél év tulajdonképpen éneklés nélkül zajlott, vagy másfél év éneklés nélkül telt, és hát most kezdjük csak kipróbálni, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Bár bízunk benne, hogy ez is olyan dolog, mint a biciklizés, és hogy nem lehet elfelejteni, de azért azt meg kell mondjuk, hogy ugye a gyerekek életében ez egy fejlődésben lévő szakasz volt, ami most kiesett. Tehát most nagyon nagy energiákat kell majd mozgósítani az ügyben, hogy egyáltalán énekkari hangzást, vagy énekkari működést, énekkari fegyelmet tanuljanak a gyerekek, és hogy ebből június 28-ára ugye műsorszám is legyen. A másik része a dolognak a felnőtt vegyeskar kérdése, akik kisebb megszakításokkal ugyan, de azért mégiscsak tudtak próbálni az elmúlt időszakban, úgyhogy a Kántémusz vegyeskarral CD felvételeket készítettünk, videó felvételeket készítettünk, és hát ezzel alapoztuk meg, illetve hát ez adta a motivációját a mindennapi munkának. Tulajdonképpen hát itt is az lesz a kérdés, hogy a rendezvényekre hogyan tudunk visszaállni, illetve a közönség hogyan fog tudni visszarendeződni arra az életmódra, hogy félelem nélkül, vagy nem tudom, tehát hogy a szokásos rutinnal üljünk be egy koncertterembe. A fesztivál fontos pillére a jótékonyság, ezt már az elején a beszélgetés elején említette. Hogyan tud ez megvalósulni, milyen formában tudnak jegyeket vásárolni, akár az online, akár a élő koncertre, és lesznek esetleg külön kategóriák? Igen, mind a két koncertet, egyébként az élő koncertet is fogjuk közvetíteni az interneten keresztül, tehát ha valaki nem tud bejönni a Kodály terembe, akkor is tud adakozni arra a koncertre is, illetve meg tudja nézni azt a hangversenyt is. A Kántémusz honlapján keresztül lehet jegyet vásárolni, és 2500 forinttól akár 100 000 forintig menő értékben is lehet támogatói jegyet váltani. Mindenkit arra buzdítunk, hogy gondolja végig még egyszer, hogy mit teljesítettek az elmúlt időszakban a kórház dolgozói, és hogy rajtuk segítünk, és őket hozzuk jobb helyzetbe az adományainkkal, illetve nekik köszönjük meg a áldozatos munkájukat ezekkel a felajánlásokkal, és hát ennek mértékében válasszák ki a megfelelő jegykategóriát. A fesztivál része a dr. Adorján Gusztáv emlékére tartott élő koncert is. Egyrészt Adorján Gusztáv személyes jó barátunk volt, a koncertjeinknek állandó látogatója, másrészt a város köztiszteletben álló polgára, és hát nem utolsó sorban ugye a kórház igazgatója. Nem tudtunk elmenni igazából emellett a veszteség mellett, ami itt a Covid kapcsán ért bennünket, nyíregyházi polgárokat az ő eltávoztával. Úgyhogy mindenképpen szerettünk volna valahogy mi is tisztelegni az ő emléke előtt, ezért gondoltuk, hogy ezt a koncertet akkor neki ajánljuk. Az esemény sorozat fő üzenete, hogy figyeljünk azokra a kórházi dolgozókra, akik kitartásukkal és áldozatos munkájukkal sok-sok ember életét mentették meg. A kórus hosszú ideig volt kénytelen szünetet tartani, de júniusig foltozzák a sérült hajót és újult erővel állnak majd a közönségük elé. Kedves nézőink, a Weekend már a véget ért. Tartsanak velünk a jövő héten is, ugyanebben az időpontban újabb programajánlóval és állati témákkal jelentkezünk majd. Addig is vigyázzanak magukra, kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!